Jó estét kívánok! Köszöntöm mai közéleti magazinunk kedves nézőit. Bizonyára sokakat foglalkoztat most már a leendő sorra kerülő adóbevallás és az ezzel kapcsolatos teendők, hiszen januárban is vannak ezzel kapcsolatban aktualitások. Ennek apropóján beszélgetünk majd az adózással kapcsolatos tudnivalókról. Aztán bizonyára sokan észrevették az egyik közösségi oldalon, hogy egy táncoló tűzoltóról készült videóklip, aki ráadásul vasmegyei, megismerhetik majd a műsorban a Vasmegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munkatársát, és természetesen ezt a bizonyos videófelvételt is megmutatjuk majd. A hétvégén újra megrendezik Szombathelyen a Küzdelem napját, immáron második alkalommal, mégpedig a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület, valamint a Hunyadi Mátyás Fekete Sereg hagyományőrző csoport tagjai egyfajta beharangozót hallhatnak majd a mai műsorban, és itt lesznek majd a hagyományőrzők is természetesen. És mivel ma, január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra napját, ezúttal láthatnak majd egy összeállítást arról, hogy a Kanizsai Gimnázium rendhagyó módon készült erre az ünnepre, ezúttal is fizikai kísérleteket mutattak be a diákok. Ez tehát a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Az adózással kapcsolatos aktuális teendőkkel, információkkal foglalkozunk tehát a műsor első felében. Nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Petkovics Anikót, aki a NAV Vasmegyei Adó- és Vámigazgatóság sajtóreferense. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Kezdjük már is azzal, hogy most így januárban mi az, amire érdemes már is odafigyelni, ami kifejezetten aktuális. Talán az első, amit meg kell, hogy említsek, az adóelőleg nyilatkozatok, hiszen ha valaki szeretné, hogy már a januári bérébe a munkáltató érvényesítse a rávonatkozó adókedvezményt, akkor célszerű ezeket az adóelőleg nyilatkozatokat már mielőbb átadni a munkáltatónak. Most ebben is van, úgy tudom, újdonság, nem a határidő, hanem az, hogy most már online módon is megtehetjük mindezt. Igen, ismét egy könnyítés az adózók felé, akinek szimpatikus ez a megoldás, egyszerűen egy online megoldással, ONYA elnevezés online nyomtatvány kitöltő alkalmazás a NAV honlapján megtalálható, itt kitölti valaki ezt az adóelőleg nyilatkozatot, és a NAV automatikusan továbbítja a munkáltató felé, ezért fontos, hogy mindenképp, hogy jó adatokkal legyen kitöltve. Tehát nem nekünk kell akkor azzal már foglalkozni, hogy hogy jut el a munkáltatóhoz, ezt is átvállalja most az adóhatóság. Igen, természetesen a régi módszerek is működnek, akár az, hogy a nyomtatvány kitöltőből az üres nyomtatványt kinyomtatni, kitölteni és úgy leadni a munkáltatónál, vagy ott kitölteni, de mint újdonság ez az online beküldési lehetőség is megjelent. És remélhetőleg mindenki, akit ez érint, találkozott már ezekkel a nyomtatványokkal, de vannak olyanok, akik most az idén lettek ebben érintettek. Van egy új kategória. Igen, egy újdonság, egy újabb kedvezmény lehetőség. Ez egy rövid szó, a NÉTAK, ami először lehet, hogy nem mindenki számára egyértelmű, a 4 vagy több gyermekes anyák kedvezménye, ez az új kedvezmény. Erről azért egy kicsit beszéljünk bővebben, pontosan kikre vonatkozik ez. Ugye, ha valakinek 4 gyereke van, különböző korosztályúak lehetnek, akár nagyon nagy korkülönbséggel is. Tehát mi a helyzet például akkor, hogyha mondjuk a 4. gyermek már egyetemista vagy felnőtt? Akkor is érvényesíthető Igen, ez? Igen, akkor is érvényesíthető. Tehát ez, ahogy a nevében is van, csak az anyáknak járó kedvezmény, szemben például egy családi kedvezménye, tehát ez csak az anyákat illeti meg. És itt az a lényeg, hogy 4 olyan gyermek legyen, aki vér szerinti gyermeke az anyának, vagy örökbefogadott gyermeke, és a 4 gyermek négy gyermeke után családi pótlékra jogosult, tehát akár most is kapja a családi pótlékot, vagy ez a jogosultság már nem áll fenn, de korábban 12 évig jogosult volt családi pótlékra. Tehát akkor, igazából, amit felvetettem mondjuk kérdést, hogy felnőtt mondjuk a 4. gyermek, akkor is igényelhető. Igen, tehát tulajdonképpen, hogyha valaki 50-60 éves, már felnőtt családos gyermekei vannak, de ő mind a 4 gyermeke után legalább 12 évig családi pótlékra jogosult volt, akkor igénybe tudja venni most még, amíg ő neki lesz bérjövedelme, akkor ezekre a jövedelmekre érvényesíteni tudja a NÉTAK-ot. De akkor várandós anyákra nem vonatkozik? Tehát ha magzatról van szó, akkor még nem. Nem vonatkozik.
Jó, tehát akkor ez a családi pótlékkal szorosan összefügg ez a lényeg, hogy igen, ez a fő szempont, igen, hogy a családi pótlékra jogosult, jelenleg vagy 12 évig volt. Legalább fent volt, és a másik pedig ugye, hogy a vérszerinti vagy az örökbefogadó szülő. Tehát itt olyan esetek, ami például egy családi adókedvezményben bejöhet, hogy valakinek, egy anyukának van két gyermeke, köt egy új házasságot, apuká is hoz két gyermeket a családba, akkor így ez a négy gyermek nem ad alapot a NÉTAG kedvezmény igénybevételére. Értem. Van arra vonatkozóan információ, hogy körülbelül mennyi embert érinthet ez a kedvezmény itt Vas megyében? Vagy most nehezet kérdezek? Hát ez nehéz, így előre nincsen számadat. Érdeklődők már voltak, ezt majd folyamatosan itt ki fog derülni, már az adóelőleg nyilatkozatoknál, illetve majd a bevallásnál fog ugye ez kiderülni, hogy hányan tudnak élni ezzel a kedvezménnyel. Maradjunk akkor még az adóelőleg nyilatkozatoknál, mert hogy többféle kedvezményt is igénybe lehet venni ennek alapján. Nem olyan nagyon régóta létezik, ha jól emlékszem, az első házasoknak járó kedvezmény. Igen, az első házasok ugyanúgy, mint ahogy már a korábbi években, az idén is igénybe tudják venni ezt a kedvezményt. Ez a házasságkötést követően 24 hónapig igénybe vehető kedvezmény. Itt csak a házasságnak kell ifjúnak lenni, a házaspár tagjainak nem feltétlenül, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy nincsen életkorhoz kötve semmilyen feltétel meghatározva. Az egyedüli feltétel az, hogy legalább az egyik félnek az első házassága legyen ez a házasságkötés. Igazából a 24 hónapig végig megjár a kedvezmény, ami adóalap kedvezmény, de adó oldaláról most, hogy egyszerűbb legyen, 5000 forint megtakarítást jelent adó szempontjából a házaspárnak, amit akár egyikük, vagy akár közösen is igénybe vehetnek. Ez egyébként mennyire jutott be a köztudatba? Tehát ezt valóban igénylik? Akik jogosultak, igen. Tehát tudnak róla. Igen, azt tapasztaljuk, hogy tudnak róla. Tudnak róla, és élnek ezzel a lehetőséggel, mert kár lenne arról az 5000 forintról is lemondani. Most, ami viszont a legnagyobb réteget érinti, feltételezem, az a családi adókedvezmény. Erről is beszéljünk egy kicsit. Igen, mert ugye ez már egy gyermek után is, illetve több gyermek után is kedvezményt jelent. A családi adókedvezménynél a családi pótlékra való jogosultság ugye az alapja az egésznek, és itt is inkább adó oldaláról mondanám, hogy milyen megtakarítást, kedvezményt jelent ez a családoknak. Egy gyermek után 10 000 forint adó megtakarítást jelent ez, tehát a gyermek után jogosultsági hónaponként, két gyermek után ez már 20 000 forint, de gyermekenként és jogosultsági hónaponként, három vagy több gyermek esetén pedig 33 000 forint gyermekenként és jogosultsági hónaponként. Most érdemes itt egy kicsit elidőzni azon, hogy ki jogosult, illetve ki érvényesítheti ezt a kedvezményt, például elvált szülők esetében. Ez hogy is néz ki? Mindig itt azt kell megvizsgálni, hogy ki a családi pótlékra jogosult, és ez alapján lehet igénybe venni a kedvezményt. Illetve ugye lehetőség van arra, hogy aki nem jogosult, az ő élettársa például, ott havonta nem lehet a kedvezményt érvényesíteni, viszont évvégén megosztással igénybe lehet venni a másiknak járó kedvezményt is a bevallásba megosztással. A közös érvényesítés az pedig ugye a szülőknél, ahol mindketten jogosultak rá, ugye ott van erre lehetőség. A közös érvényesítés egyébként ilyen 50-50%-os megosztást jelent, vagy a gyerek számtól függ? Igen, nem feltétlen 50-50%-os. Ez a szülőknek a döntése, illetve természetesen, ahogy az ő jövedelmükből ez a legkedvezőbb számukra. És ez abban az esetben lép életbe, amikor mondjuk a gyermeket felváltva, vagy tehát megállapodás alapján nevelik, mondjuk az elvált szülők esetében? Az egy külön eset, igen. Tehát itt azért az élet nagyon sokféle helyzetet és esetet produkál, igen. Az megint egy külön kategória a felváltva gondozott gyermekek esete. Például ez két gyermeknél úgy néz ki, hogy ott a két gyermekes mértéket lehet figyelembe venni, de annak 50%-ára az anya, annak 50%-ára az apa jogosult. Tehát ez egy másik fajta, nem ezt hívjuk közös érvényesítésnek, hanem amikor ténylegesen a házaspár, és akkor eldöntik, hogy melyikük melyik hónapban mennyi kedvezményt vesz igénybe. Itt is felmerül a gyerekek életkora, illetve az, hogy felsőoktatásban tanul-e esetleg az egyik gyermek, vagy van-e a családban úgy több eltartott, hogy nem mindenki gyermek esetleg, hanem aki mondjuk valamilyen fogyatékossággal küzd.
Igen, itt ugye a létszámban lehetnek olyan esetek, amikor már nem kedvezményezett eltartottról beszélünk, tehát aki utána családi pótlék jár, hanem például van egy idősebb testvér, aki egyetemista, így a létszámban beszámít, tehát emeli a létszám alapján az összeget, és igaz, hogy csak a kisebb gyermekre, aki után valóban jár a családi pótlék, csak ő utána lehet igénybe venni, de egy magasabb összeget. És itt éppen ezért nagyon fontos, hogy mivel ugye ezek évközben is változhatnak, tehát befejezi akár a középiskolás gyermek a középiskolai tanulmányait, vagy az egyetemista gyermek lediplomázik, hogy ugye mihelyest változás van a létszámba, és így a családi pótlékba, ezáltal a családi kedvezménybe, akkor ezt jelezzék a munkáltatójuk felé, hiszen akkor lesz helyes az adóelőleg és az adókedvezmény igénybevétele, nem fog akkor ez majd a bevallásban gondot okozni, hiszen akkor a valóságnak megfelelően vannak a kedvezmények. A személyi kedvezmény, arra gyanakszom, hogy az is egyre többeket érint, hiszen nagyon sokan vannak, akiknek orvosi igazolásuk van arról, hogy valamilyen betegségben szenvednek, netán fogyatékossággal küzdenek. Igen, sőt ugye a tavalyi évben bővült is a betegségek köre, amit a jogszabály meghatároz, hogy mik tartoznak ide. Igazából itt az igénybevételnek a feltétele ez, hogy valaki rendelkezzen olyan orvosi igazolással, hogy olyan betegségben szenved, ami a súlyos fogyatékosság kategóriájába tartozik. Erről szóló igazolás birtokába veheti igénybe a kedvezményt. De ebbe beletartoznak különböző érzékenységek is, ha minden igaz. Igen, tehát itt jogszabály sorolja feltételese, hogy milyen betegségek ezek. Nagyon sokféle ráktípus, nőgyógyászati betegségek, endometriózis, petefészekrák, ezek a betegségek kerültek bele, illetve bizonyos laktózérzékenység, cukorbetegségek egyes típusai. De sokan egyébként ezt így jelzésként az adózóknak mondanánk is, tehát azt ne az adóhivatalba jöjjenek be megkérdezni, hogy most az ő betegségük az belefér, nem fér, és akkor egy egész kortörténetet mesélnek el nekünk. Tehát ugye ez a szakorvos feladata, hogy megítélje és bekategorizálja azt a betegséget. Jó, épp illetve... ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogy intézzük ezt, igen? Igen, illetve azt, hogy az orvosi igazolásnak erről a betegségről meg kell lennie, de ezt nem kell a bevalláshoz csatolni, nem kell külön bepostázni a NAV-hoz. Csak ez legyen meg az adózónak. Nagyon szépen köszönöm, rendkívül hasznos volt, de egyetlen egy utolsó kérdést, mert úgy beszéltük meg, hogy az E9-es igazolást, ami elsősorban az Ausztriában dolgozó ingázókat érinti, még megemlítjük itt a végén, hogy ezzel kapcsolatban mi most a teendő. Nagyon sokan már most jönnek és érdeklődnek, tulajdonképpen ez egy összetett igazolás, aki esetleg nem tud róla, hogy akinek van magyarországi lakcíme, de ugye kijár Ausztriába dolgozni, az osztrák adóhatóság általában kéri ezt az E9-es igazolást, ami az adott évi magyarországi jövedelmet is leigazolja, illetve azt, hogy Magyarországon lakhelye rendelkezett az adott évben. Most viszont még korán vannak az adózók, ha jönnek ezt kikérni, hiszen ha volt magyarországi jövedelmük, akkor mindenképp meg kellene várniuk azt, míg a bevallási tervezetek elkészülnek, tehát március 15-ét. Mert mindenképp meg kell várni azt, hogy a kontrolladatszolgáltatások beérkezzenek, hiszen abból fogjuk látni, hogyha volt jövedelme itthon, az mennyi volt, ha meg senki nem szolgáltatott adatot, tehát ha nullás, akkor meg azt, hogy valóban nem volt adatszolgáltatás. De azt is meg kell csinálni, tehát az is kell hozzá nullás. Az idén valószínűleg annyi változtatás lesz, hogy elegendő lesz egy nyilatkozat annak, aki itthon nem szerzett bevalláskötteles jövedelmet, hogy a kérelmet úgy tölti ki, hogy azon egy nyilatkozat formájában szól arról, hogy ő neki nem volt Magyarországon bevalláskötteles jövedelme. Tehát ennyivel egyszerűsödhet. Ennyivel egyszerűsödhet, igen. Reményeink szerint. És évről évre hasonlókról várjuk. Tudunk beszámolni, és valóban egyre könnyebb lesz mindezt megtenni. Nagyon szépen köszönöm, biztos, hogy visszavárunk még, mert rengeteg dologról lesz még fontos beszélnünk. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Kedves nézőink, ahogy az imént beharangoztam, most megnézhetjük azt a videót, amely a Katasztrófa Védelem közösségi oldalán már megtekinthető volt, és amelyen nem más szerepel, mint Szabó Balázs tűzoltó százados. Officers.
Figyelem, riasztás! Figyelem, riasztás! Amit az imént láttunk, azt elvileg akár innen a stúdióból is közvetíthettük volna, hiszen Szabó Balázs bátran vállalta volna, hogy ugyanezt itt bemutatja. A körülmények nem igazán ideálisak, ezért választottuk ezt a megoldást, de nagyon örülök, hogy itt köszönhetünk téged. Tehát Szabó Balázs, a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó századosa? Százados, így van. Jól látom. Jó. Szokatlan a szituáció, amiben most találkozhattunk veled, és aminek révén azt hiszem, hogy egy ország ismert meg tulajdonképpen. Mióta táncolsz te? Én már immáron 17 éve táncolok, 12 éve foglalkozom körülbelül táncoktatással is. Megragadt ez a mozgásforma, azóta a rabja vagyok. Ez azt jelenti, hogy akkor előbb volt a tánccal kapcsolatos szenvedély, és csak utána jött a szakmaválasztás, ugye? Ez így van, én körülbelül 7 éve vagyok tűzoltó. 17 éve kezdtem foglalkozni ezzel a tánccal, úgyhogy végigkísérte a tűzoltós pályafutásomat is. Ez, hogy végigkísérte, ez pontosan mit jelent? Hogy lehet ezt a kettőt összehangolni egyáltalán, illetve hogy fogadják a kollégák, akik tudják rólad, hogy ezzel foglalkozol? Mivel a tűzoltók ugye 24 órás munkarendben dolgoznak, tehát egy nap dolgoznak és két nap pihenőjük van, ezért viszonylag jól tudtam igazítani az edzéseket, mert nekem van egy saját tánciskolám is, amit igazgatok, illetve oktatok benne. Mindig megpróbáltam úgy intézni, hogy délutánra összehozom az edzési időpontokat. A kollégáknak nagyon tetszik, nagyon sok kollégámnak a gyermeke meg is fordult nálam, oktattam őket, úgyhogy tőlük csak pozitív és elismerő szavakat kapok. Milyen képességekre, készségekre van szükség ahhoz, hogy ilyen mutatványokra legyen valaki alkalmas? Ez, ha jól láttam, akkor ez a hip-hoppal vagy a breakkel rokon mozgásforma, ugye? Vagy kimondottan az? Ez pontosan az, igen. Így van. Az én véleményem szerint semmire nincs szükség, mert bárki meg tudja tanulni, mivel én is meg tudtam tanulni. De azért egyfajta erőlét, fizikai állóképesség és így tovább azért csak kell. Természetesen hosszú évek alatt kialakul, de mint a ritmusérzék, mint az erőlét, mint az állóképesség, ez mind fejleszthető, tehát ez nem okoz problémát, hogyha valaki egy kicsit gyengébb képességekkel jön, ő is meg tudja tanulni ezeket a mozgásformákat. Sőt, elmondhatjuk azt is, hogy mivel mindennek te birtokában voltál, és ezt nagyon jól és jó színvonalon csináltad, ez a pályádon, tehát a szakmádban is segítségedre van? Ez így van, ez a mozgásforma megkövetel egy bizonyos állóképességet, amiről beszéltünk, állóképességet, ruganyosságot, rugalmasságot, dinamikát, ami a mindennapokban viszont nagyon jól használható, tehát akár egy vonulás közben a fellépő feladatok megoldására, akár az, hogy pillanatok alatt készen van az ember. Mivel nagyon sok előadáson például odaérünk, és nem tudjuk, hogy pontosan mikor kezdünk, ezért a szervezet is adaptálódik ehhez. Tehát ha mondjuk neki kell állni táncolni, akkor mondjuk az első 10 másodpercben a pulzus érték például olyan szintre kerül, amiben már lehet dolgozni. Most voltak itt olyan mozgások, amit azt hiszem, hogy azért bármilyen jó erőlétben vannak is a kollégáid, mert nyilván ők is azért foglalkoznak a fizikai állóképességük fejlesztésével, nem biztos, hogy utánad tudnának csinálni, tehát amikor mondjuk így az alkarodon tartod meg magadat. Volt olyan szituáció, esetleg így a mindennapokban, vagy a mentésben, bármikor, tűzoltásban, ahol kifejezetten egy ilyen mozdulatnak vetted hasznát? Ezt így nem tudom pontosan megmondani, biztosan nagyon sokszínű a munkája a tűzoltónak, ezért nem tudja, mivel találkozik, ezért minden típusú mozgás nagyon jöjjön. Úgy gondolom, egy alapállóképesség természetesen kell, tehát az szükséges hozzá. Bizonyára volt olyan speciális helyzet, most így nem tudnék kiemelni egyet sem, de 100%, hogy volt. Nem tudom, mennyire feszített ez a 24 órás szolgálat, akkor, amikor éppen nem kell vonulni sehova. Van arra alkalom, hogy esetleg egy-egy mozdulatsort a kollégáknak is megmutass? Szerettem volna, de sosem találtam meg azt a közeget, aki mozgott volna. A tűzoltók munkájuk során, tehát egy napban megvan az a napirendi pont, megvannak azok a napirendi pontok, ami szerint dolgoznak. Ennek része a sportfoglalkozás is, ott is elő van írva, hogy mit kell csinálni, természetesen van a lehetőség, hogy olyan mozgásformákat is csináljunk, amiket mi szeretünk.
Tehát azért biztos kíváncsiak rá, de nem mindenki akarja ezek szerint kipróbálni. Ez pontosan így van. Inkább a gyerekekre jellemző, mert hogy említetted, hogy te gyerekekkel is foglalkozol. Milyen korosztállyal? Én óvodás kortól felfelé mindenkivel, tehát ilyen 3,5 éves korosztálytól felfelé csoportbontásban dolgozunk. Az utánpótlás képzés miatt természetesen, meg hát ekkor fogékonyak a gyermekek erre a mozgás meg pláne, tehát hogy nekiállunk egy bukfencezni, vagy kézen állni, imádják, ezt nagyon szeretik. Mindenkivel foglalkozunk egészen a szülőkig is, mert nekik is tartok még külön edzést. Ez igen. Versenyeken is időnként van lehetőségetek megjelenni, sőt talán még eredményt is értetek el mostanában? Természetesen, hát én már idősebb vagyok, úgyhogy nem versenyzem. De a tanítványaid? De a tanítványaim, igen. Ők minden évben van kettő nagy versenyünk, amire részt veszünk. Az egyik egy kapuvári Gangster Challenge nevű verseny. Itt páros formációban mutatják meg, hogy mit tudnak. Nagyon sokszor dobogós helyezéseket érnek el. Nem is tudnék felsorolni most hirtelen valakit, mert minden évben nagyon jól szereplünk. Illetve van egy Veszprémi Connector Dance nevű nemzetközi verseny, ahol nagyobb csapattal szoktunk indulni. Ott is a gyerekek nagyon eredmények értenek el. Ha jól emlékszem, akkor a tavalyi évben voltunk talán második, vagy tavaly, nem tudom pontosan megmondani, de idén is készülünk erre is. És a koreográfiát, mindent te találsz ki, te építed ezt fel? Vagy vannak azért segítségeid ebben? Van egy saját formációm, 7 fiú, amiből rajtam kívül még ketten tánctanárok. Egy pesti kollega, aki vágta a videót is, ő Hepp Sándor, valamint egy kapuvár úriember, Rabi Imre, ők ketten tánctanárok, és ők szoktak segíteni munkámban. Rabi Imrével együtt csinálom a tánciskolát, tehát ő heti szinten jön le, úgyhogy ketten dolgozunk együtt. És van arról tudomásod, hogy egyébként az országban másút hasonló érdeklődésű tűzoltók vannak-e? Rendőr kollégákat ismerek például Szolnok környéken, akik brékelnek, velük jó is a kapcsolat, és ha jól tudom, hogy Pesten egy-ketten vannak, akik foglalkoznak ezzel, nem ennyire komoly formában, csak hobbi szinten. Nagyon szépen köszönöm. Reméljük, hogy látunk téged majd élőben is. Van esetleg tipped, hogy hol, mikor? Itt a következő forgatás alkalmával majd megoldjuk. Megoldjuk. Nagyon szépen köszönöm, akkor nyilván nem ugyanebben az öltözékben jössz majd. Így van. Ebben az egyenruhában, de reméljük, hogy akkor erre sor tudunk keríteni. Köszönöm szépen, hogy megismerhetünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ahogy említettem, a Kanizsai Dorottya gimnáziumba látogatunk most, akik rendhagyó módját választották a Magyar Kultúra Napja megünneplésének. Ezúttal kísérletekkel mutatták be az irodalom és a fizika kapcsolatát az iskola laboratóriumában. László Endre Sirius kapitány történetét fizikai kísérletekkel tették könnyen érthetővé. Sinkó Andrea matematika-fizika szakos labortanár rendhagyó tanóráját feszült figyelemmel kísérték a Kanizsai Dorottya gimnázium diákjai, miközben a tanárnő a hangjátékból felolvasott, korhűre formált történetet fizikai kísérletekkel szemléltette diákjai segítségével. Az volt a történetben, hogy a Holdon a gravitáció, a földi gravitáció értékének, hát mi tudjuk, hogy egyhatoda. A jól felszerelt laboratóriumban a diákok is kipróbálhatták az eszközöket. Többségük a tavalyi rendhagyó órán is részt vett, így örömmel kapcsolódott be a laborkísérletekbe, prezentációkba. Tavaly próbálkoztunk először a Magyar Kultúra Napján, egy kicsit ugye igazából itt az iskolában mindig az irodalmárok azok, akik ezt a Magyar Kultúra Napja ünnepséget tartják, és megpróbáltuk, hogy a fizikát és az irodalmat összevonjuk. A tavalyi év során színes volt a paletta, akkor mindenféle optika, mechanika, hangtan, elektromosságtan kísérleteket hoztunk, viszont számomra nagyon kedves László Endrének ez a Sirius kapitányos sorozata, és úgy gondoltam, hogy abban több van, mint hogy abból egyetlen egy dolgot kivegyünk, és így már ezt tavaly tudtuk, hogy ha ebből ténylegesen lehet sorozatot indítani, akkor az idén ezeket a Sirius kapitányos kísérleteket fogjuk bemutatni. Tehát ezért a mai óra, inkább illetve az idei óra, az a csillagászat felé hajlik. A tesztek és kísérletek a légköri nyomással, mágneses térrel, csillagászattal kapcsolatos jelenségeket magyarázták kézzel foghatóan. Három diáklány arra vállalkozott, hogy látványos módon mutatja be tanulótársainak a László Endre által megálmodott kapitány kalandjait. Tavaly sajnos nem vettem részt, de most részt vettem rajta, és igazán nagyon különleges volt, és úgy érzem, hogy a fizikát egyre jobban szeretem ezáltal. Mindig is szerettem a fizikát, főleg a koncepciókat, a számolás az annyira nem az erősségem. Hallottam, hogy idén is lesz ez az összevont irodalmi óra, ahol a fizikát az irodalommal Sinkó tanárnő egybevonja. Tavaly is részt vettem ezen,
ott még a prezentáláson is, és úgy érzem, hogy ezzel még a reálosabb, illetve a humán tantárgyakat jobban kedvelő diákok is jobban megérthetik a másik szemszöget. A szervezők a sikerem felbuzdulva a következő hasonló bemutató órát februárra tervezik. Újabb szokatlanul izgalmas témával folytatjuk itt a Közéleti Magazinban, hiszen olyan vendégeket köszönthetek itt, akik tulajdonképpen a 15. századot képviselik most, 21. századi körülmények között. Nagy szeretettel köszöntöm Bondár Györgyöt, a Hunyadi Mátyás Feketesereg hagyományőrző csoport vezetőjét, üdvözlöm. Varga Tibort, parancsnok helyettest, ugyancsak ettől a hagyományőrző csoporttól, és akiből a legkevesebb látszik, Károlyi Milán, aki tagja szintén a Feketesereg hagyományőrző csoportnak, és mindannyian tulajdonképpen a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesületet is képviselik egyúttal. És az apropó, ami miatt most itt köszönhetjük önöket, az az, hogy a hétvégén rendezik meg második alkalommal a Küzdelem napját, amelynek az első rendezvénye tavaly volt a Toborzó irodában, a Deák Ferenc utcában. Gondolom, hogy a helyszín, a körülmények nagyjából azonosak lesznek. Igen, nagy tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit. Második alkalommal rendezzük meg ezt a jó kis rendezvényt, ami nekünk ugye tetszik, és remélhetőleg majd a kedves látogatóknak is. A helyszín ugyanaz, Deák Ferenc utca 76, a 6 kieg épületének a második emelete. A rendezvény természetesen ingyenesen látogatható. Rengeteg kísérőprogramot szeretnénk most biztosítani, főleg a gyerekek számára. Lásd, középkori írásmódok, pecsételési technikák, de ki lehet próbálni a saját felszereléseinket. Illetve még kísérőprogramok mellé a katonákat is sikerült ismét megnyernünk, mind a 11-es katonai és igazgatási és érdekvédelmi irodát, valamint a 83-as Popra Emil területvédelmi ezred állományát. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a középkorra fókuszálnak, de tulajdonképpen a mai honvédség feladataival is meg tudnak ismerkedni majd azok, akik oda ellátogatnak. Igen. A 15. századot emlegettük, mert hogy a Fekete Sereg ezt jeleníti meg, tehát ez lesz gondolom az idén is a hangsúlyos. Én úgy emlékszem, hogy a tavalyi esztendőben, hát nem azt mondom, hogy vérre menő küzdelmek és összecsapások voltak, de egészen a végletekig ment a harc. Így lesz ez várhatóan az idén is, kérdezem Tibort? Igen, az idén is várható, sőt, valószínű, hogy erőteljesebb küzdelem lesz, mint tavaly, mert most már ismerik egymást, és már fenik a fogukat egymásra, hogy megküzdjenek az arénába. Remélem megússzuk baleset nélkül. Nem tudom, hogy a tavalyi esztendőt hogy zárták? Volt némi kis baleset ugyan, de szerintem pozitívan kell mindenképpen nyilatkozni. Volt érdeklődő is, és ennek alapján, ennek nyomdokvizén egy kicsit fejlettebben és egy kicsit haladó szellemben, de ugyanúgy a harcosokra helyezzük a fő hangsúlyt, akik az ország minden részéből fognak érkezni. Berettyóújfalu, Debrecen, Budapest, Győr, Siklós, Pécs környéke, mindenhol érkeznek közel 14-en, akik meg fognak egymással mérkőzni majd szombaton. Tehát akkor ez egyfajta erőpróba is a hagyományőrzők számára, tehát egymással összevetik, hogy hol tartanak? És ráadásul egy kicsit olyan uborka szünetnek mondhatjuk ezt az időszakot, és remek alkalom arra, hogy az eljövendő, vagy a mostani esztendőre fölkészüljenek, egymással gyakoroljanak, küzdjenek, meglátják, hogy hol tartanak, hiszen van olyan tag is van benne, aki a tavalyi Battle of Nation világbajnokságon részt vett. Azt a mindenit. No, akkor most jött el az ideje annak, hogy Milánt megkérem, hogy álljon fel, nem is annyira egyszerű ez a feladat, és mutassa be nekünk a felszerelését. Előjáróban meg tudod mondani, hogy hány kiló van rajtad? Ami rajtam látható, az nagyjából 25-30 kiló környékén van. Ugye a valódiak annyiban különböznek, hogy ugye akkoriban a kovásmesterség még sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, mint ma, és ugye akkoriban meg tudták oldani ezt a 20 kiló környékét személyenként a jobb kovácsok, de közben majd úgy is mondom, hogy mi körülbelül, milyen, hogyan, mikor, miért. Tehát a lentről felfelé indulva, ugye látható rajtam egy lábvas. A lábvas az változó, hogy hogyan néz ki az illetőn, ami rólam hiányzik, azt szabatonnak hívjuk, az igazából egy vascsizma, és továbbá még a sípcsontvédő is úgy félig meddig lóg csak le. Ugye a lábvas fölött jön egy mellvért, itt középen, hogy esetleg ágyékvédőt valaki tart-e, az inkább a későbbi korokban lesz szokás, de nálunk is már-már megjelenik a korszakban. A rajtam látható mellvért az egy 15. századi német gótikus lovaglópáncérról lett mintázva,
Ugye szintén, ami még hiányzik a kezemről, az egy alkarvédő vagy egy könyökvédő. Ugye ez is változó, hogy ki milyen társadalmi státuszban volt, hogy mit tudott megfizetni magának. A kesztyük azok egyújjas kesztyük. Ez ugye a korszakban a páncélkészítésnek két fő stílusa van, az egyik a német, a másik az olasz. Ez inkább az olaszra jellemző. A sisakom az pedig megint az olasz. És ugye ez a bivor, ez egy igazából a nyakvédelmét segíti elő. Ez mindkét korszakban és vagy mindkét stílusban megfigyelhető. Tehát a felszerelésem az általánosságban egy olyan hát egy zsoldosnak feleltethető meg, de autentika szempontjából még bőven van mit rajta csiszolni. Most lehet, hogy meglepően hangozhatott sokak számára, hogy ez tulajdonképpen egy lovas páncélzat, mert hogy a nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy ilyen nehéz fegyverzettel, felszereléssel egyáltalán lóra fel lehet ülni, és hogy még harcra is képes a katona. Igen, fel lehet ülni. Ugye a maguk korában ezeket egy az egyben testre szabták. Elárulok egy nagy kulisszatitkot azzal, hogy ma a páncélt olcsón, főleg Indiában készítenek, bármilyen meglepő is, és ugye az ottani páncél az főleg megrendelésre készül, és mivel az illetőről személyesen nem vesznek méretet, ebből következik az, hogy körülbelül ruhaméretek vagy körülbelüli értékek alapján dolgoznak, és ugye kényelmetlen lesz nálam is, például a térnél, nagyon erős behajlításnál idővel elkezd a lábomba vágni. Ez ugye azért van, mert nálam sem testre szabott, viszont ha az lenne, akkor bármilyen hétköznapi tevékenységet megtetnék benne. Vannak feljegyzések különböző, például lovagi tornákon, tehát segítő nélkül lórafelszállás és ehhez hasonlókhoz, de állítólag egy testre szabott páncélban ezt élőben még nem volt szerencsém látni, úszni is lehet. Hát erre most itt nyilván nem lesz lehetőség, de arra mi kíváncsi lennék, hogy a fegyvert hogy tudod használni, és egyáltalán milyen fegyverekkel vagy fegyver, az egyik, ami nálam van, az egy egyszerű bárd vagy fejszel, kinek hogyan tetszik. Ilyet főleg a gyalogság használt, leginkább az a réteg, aki nem tudta megfizetni a jobb fegyvereket. A bal oldalamon van egy egykezes kard. Ugye az egykezes kard az a mai napig katonaságnál díszjelleggel még mindig használatban van, tehát ez a divatból egészen nem ment ki a mai napig. Jobb oldalamon pedig egy tőr. A tőrről ugye annyit kell megjegyezni, hogy ezt hétköznap is használták, hordták. Ugye változó, hogy kinek mennyi pénze volt, abból kifolyólag vett vagy kést vagy tört. A tört azt ugyanakkor lovagoknál olykor kissé a becstelenség egy jelenynek tartották, mivel ugye akinél tőr van, az könnyen elrejtheti, és utána ezt felhasználhatja, nem éppen a legbecsületesebb módon. Most ezek a fegyverek viszont arra utalnak, hogy ez egyfajta közelharcra alkalmas. Igen, igen. Ugye a korszakunkban éppen, hogy elkezd megjelenni a lőpor, egy ideje már van, tehát Károly Róbert idejében is már ismerték, de a mi korszakunkra érnek el odáig, hogy a lőport fel tudják használni harcászathoz is, valamivel biztonságosabban, mint az előző korokban. Tehát a mi korszakunkban még dominál a közelharc és az ilyen fegyverek használata. Nagyon szépen köszönöm, akkor most próbálj leülni. Biztosan sikerül. Közben én a rendezvényről még kérdeznék nagyon szívesen Bondár György parancsnok úrtól. Például azt, hogy ezekben az összecsapásokban a különböző felszerelések mennyire befolyásolják azt, hogy ki kerekedik felül. Nyilván maga a felszerelés is nagyon sokat számít, de legfőképpen, hogy a használója mennyire van tisztában azzal a lehetőségeivel, korlátaival, mennyire képzett, illetve hogy az ellenfele ugyanezen tulajdonságokkal hogyan áll. Természetesen próbáljuk azt érzékeltetni igazából, ez egy inkább egy ilyen, hogy is mondjam, történelmi jellegű kis valami, nem egy igazi, igazából összecsapnak, de egy gála műsort szeretnénk kihozni ebből az egészből, hogy lássa a kedves érdeklődő, a kedves vendégek, hogy hogyan is küzdöttek egymással a csatatéren, vagy esetleg a személyes párbajok során. Most ilyesmit megtapasztalni máshol nem igazán van lehetőség a gyerekeknek, de az tény, hogy nagyon sokan játszanak mondjuk számítógépen különböző hasonló, vagy legalábbis háborús, küzdős játékokat. Célja egyáltalán a rendezvénynek, hogy egy kicsit a figyelmet ebbe az irányba fordítsa? Mindenképpen mindig el szoktam mondani, hogy megpróbálom mindent megtenni a kedves gyerekekért legfőképpen, hogy szakadjanak ki, már bocsánat, hogy így mondom, a táblagépek mellől, a PC-k mellől, jöjjenek el és lássák el, hogy milyen az, amikor valóban összecsap két kard, amikor szikráznak a kardok, amikor izzadság van, amikor dübörögnek a harcosok összecsapáskor, hát meg uram, bocsánat, amikor keletkezik néhány kis sérülés, vagy bármi dolog, ami a
ami esetleg reparálni kell majd a felszerelésen, ezt ők testközelből ott megláthatják. Ezt tanúsíthatom egyébként, hogy tavaly tényleg így volt, egyáltalán nem kímélték egymást. Milán, te számítasz valamiféle küzdelemre? Tehát te magad is beszállsz ebbe én most? Én személy szerint nem páncélban, hanem a sima vívást fogom valamilyen módon bemutatni. Ugye a páncélos harc a buhurt, és a vívás, a sima vívás a hema az annyiban különbözik, hogy a páncélos az páncélban folyik, még a hema a sima védőfelszerelésben. Tehát én inkább a gyakorlati hétköznapi részét fogom megmutatni a kedves látogatóknak. Tibor, egyébként melyik korosztály a mérvadó most az Egyesületben? Vannak Milánhoz hasonló fiatalok, vagy inkább azért az idősebbek vannak jelen? Fele-fele arányban mondhatjuk úgy. Tehát az idősebbek kezdték, és próbáltunk, vagy toboroztuk a fiatalokat. Igyekszünk átadni a fiataloknak már a vezetést, mert mi már kezdünk kiöregedni ebből a hagyományőrzésből, és hát fele-fele arányban vannak a fiatalok. Nagyon nehéz új tagokat toborozni, szerintem más egyesületek is úgy vannak vele. Mindenki próbál új tagot toborozni. Most már felszerelésünk az sok van, és kevés az ember, akit beöltöztessünk. Milán, téged mi vonzott ide? Igazából én mindig is szeretem a történelmet, ugye ezt valamilyen módon szeretem is volna megélni. Hát a 21. században ez annyival könnyebb, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, hogy ma már vannak pontos ismereteink a múltról, annyiban pedig nehezebb, hogy ugye a felszerelésnek is például megvan a maga ára. Tehát ha ilyen szempontból nézzük, igazából engem a korszak is érdekel, és azon túl még a maga az érzet, hogy milyen a középkorban élni, hogy milyen ott a hétköznapokat eltölteni, mit lehet csinálni. Tehát én például varrok is így inkognitóban otthon. Azt is tanúsíthatom, hogy ugye akkoriban még gépek és minden más nélkül a varrás is teljesen más, de hogyha bármit megnézünk a korszakból, szinte mindenben felismerjük a mai dolgok elődjeit, viszont egy kicsit meglepő és új módon. Na most nem csak ilyen fegyverzet van, hanem van hétköznapi viselet is. Erről röviden még hallhatnánk igen. Valamit? Gyuri látható egy gambezon. A gambezon az, amit páncél alá vesznek fel. Ugye rajta egy sokkal vékonyabb van. Attól függően, hogy a páncél milyen, a gambezon vastagsága is változhat. Ugye, ha esetleg egy kicsit felemeli a kezét, nem tudom, hogy mennyire látszódik, ennek van egy hónai része, amit felhoztak ide. Ez azért van odáig felhozva, mivel a korszakban ugye a gombok eléggé bejöttek a divatba, és a varrás így fel van téve pontosan a kéz közepére, hogy a gombok is látszódjanak. Ugye a nadrágot azt most nem tudom, hogy... Azt most nem látjuk, azt nem részletezzük. Tiborról jobban látszódik, ugye rajta egy vastagabb gambezon van, viszont nincsen újja, és rajta még van láncing is, tehát ami rólam is hiányzik, az a láncing. Ez különböző vastagságú drótok formálás, tehát először karikába formálásából, majd pedig összeszegecseléséből jön létre, és rajta még egy-két bőr kiegészítőt is láthatunk. Ugye a korszakra ez is eléggé jellemző, hogy nagyobb mértékben használnak bőrt, mint ma ugye a szintetikus anyagok hiányában. Milán utalt rá, hogy tulajdonképpen a felszerelést is maguk teremtik elő, van, aki még ezek szerint var, vagy lehet, hogy egyfajta kovácsolást is végez, nem tudom, de egyébként ez a jellemző, hogy mindenki a saját felszerelését saját maga készíteti, hát, vagy az Egyesület tud azért ebben segíteni? Mindenképpen tud az Egyesület segíteni, és inkább az a baj, hogy inkább megvesszük ezen dolgokat, mert elég nehéz olyan egyéneket találni, aki szívesen nekiáll varni, szívesen nekiáll ragazgatni, vagy bőrrel dolgozni. Ezek elég kiforrott szerintem a mai magyar hagyományőrző társadalom is ügyben, hogy mennyi helyre lehet fordulni tanácsért, szaktanácsokért, meg lehet vásárolni, és hangsúlyoznám is azt, hogy mi is haladunk, még nem vagyunk teljesen autentikusak, de igyekszünk lépésről lépésre haladni, csak ez nagyon nagy anyagi áldozattal jár. Egy pár szót még arról befejezésképpen legyen kedves mondani, hogy milyen kísérő rendezvények kapcsolódnak mindezekhez a harci bemutatókhoz és küzdelmekhez.
Ugye maga az összecsapások szünetében szeretnénk bajtársaink tartanának néhány fegyverből bemutatót, esetleg egy kis buhurtozás belefér, amit gyakorló kardokkal a felszereléssel nem rendelkező saját tagjaink, ugye mert van saját vívócsoportunk is, ők is és a többi ideérkezőkkel együtt fog majd vívás bemutatni, valamint középkori írásmódok, pecsételési technikák, na meg természetesen amit kirakunk, és ezzel is várjuk a kedves közönséget, látogatókat, azt mind föl lehet próbálni, meg lehet tekinteni, ki lehet próbálni, valamint a katonák ugye készülnek technikai bemutatóval, és nagyon sok érdekes látnivalóval és tájékoztató anyaggal. Tehát lehet, hogy 21. századi fegyverekkel is találkozhatunk? Természetesen, hiszen mi a múlt, ők a jövő és a jelen, kell, hogy valahol találkozunk egy jó helyen, a hat kiegen. Nagyon szépen köszönöm, az időpontot rögzítsük akkor, hogy pontosan mikortól, melyik nap mikortól? Most szombaton, 9 óra 30-kor kezdődik a megnyitó, 8 óra 30-tól várjuk a kedves látogatókat, és egészen 13.00-ig ez el fog tartani. Nagyon szépen köszönöm, sok érdeklődőt kívánok, és élményeket mindannyiuk számára. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Közéleti Magazinban, remélem, hogy találtak érdekes témát mindezek között. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette.